Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Az előző videóban elkezdtünk egy családot már ide a végi játszásunkhoz. Jelenleg még nincsenek neveik, mert ugye feltettem nektek a kérdést, hogy vajon kiket készítettem el. Még nem vagyok elégedett azzal, hogy elkészítettem őket, mert vagyis a lányzód az már igen, azt már kiítettem, úgyhogy az nem érdekes, de a fiúval még nem végeztem, mondhatni, még nem tökéletes, úgyhogy ha nem ismertétek fel, akkor semmi probléma nincsen, úgyhogy majd idővel valószínűleg jobban fel lehet ismerni. Általában elég sokat szoktam dolgozni egy-egy színmel, mire felismerhetővé válik, úgyhogy még nem tartunk ott. De ha valaki felismerte, annak plusz pont. Szóval arra gondoltam, hogy csinálhatnánk nekik egy kis házikot, és nyugodtan nevezzétek el őket, attól függetlenül, hogy mi az eredeti nevük. Írjatok neveket nekik, és akkor a következő részben majd átnevezem őket. Keresünk egy férfi nevet, meg egy lány nevet. Írjatok vezetéknevet is, meg sima nevet is, és akkor ha valakié tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot rá, és akinek a legtöbb like van a kommentjén, onnan fogok nevet választani. Csinálok nekik egyelőre külön szobákat, mert jelenleg csak lakótársak, úgyhogy nagyon értelme nem lenne másnak. Nem fogok itt most nagy építkezést csinálni, csak legyen működőképes és hasznos, mert ugye ennyi pénzünk van, és nem szeretnék most pénzcsaláshoz folyamodni, de azt sem szeretném, hogy nullával kezdjük. Bár lehet, hogy lenne értelme, mert ugye ilyen kristályok vannak benne, meg stb., de egyelőre nem. Szeretném kitapasztalni, mit tud ez a kiegészítő pontosan. Igen, mindenek előtt készítjük azokat a dolgokat, ami feltétlenül szükséges. Szerintem az ez tulajdonképpen. És akkor legyen ebből kettő, hogy mind a ketten tudjanak ezzel foglalatoskodni. Aztán meglátjuk, hogy van-e értelme, hogy ketten csinálják, vagy sem. Van-e különbség, vagy hogy az egyik ugye ezt csinálja, a másik azt csinálja, meglátjuk. Egyelőre más díszítőt, hát talán egy ilyen könyves pontot teszem ide. Hogy. És akkor itt lesz magadta a WC, semmi más nem lesz most elszaparálva, mert hát ennyi pénzben az nem megoldható szerintem. Gyorsan keresek lámpát, hogy lássatok is, mert nagyon sötét van itt. Igen, ajtó. Lehet, hogy kikapcsolom a sédát. Döntsétek el majd, hogy be legyenek kapcsolva, vagy kikapcsolom, most kikapcsoltam. Ilyen zöld lesz. Minden zöld lesz. Azért, mert zöld a szanító. Vagy legyen sárga. Az a baj, hogy zöld nem illik ahhoz a zöld, hiszem, hogy zajtó zöldje. Csináljuk meg gyorsan ezt a fürdőszobát. Most igazából arra megyek rá, hogy nagyon gyorsan meglegyünk. Úgyhogy szép az nem biztos, hogy lesz. Mert nem akarom ezzel húzni az időt, mert lehet, hogy
Vagy az lesz, hogy én átépítem, vagy az, hogy ti átépítetitek. Ha lesz annyi pénzünk, akkor csináltok rá valamit. Bár nem biztos, hogy van ebben a gameplayben annyi, mert nem tudom, hogy mennyi lesz benne tényleg. Na, majd meglátjuk. Nem rossz, csak így. Ez teljesen jó. Teljesen elég üldözdobálnak. Oké. Kéne ide ágy, de arra már rájöttem, hogy az lesz a legegyszerűbb, hogyha teszek emeletes ágyat. Így. Jó is lesz. Oké. Valami konyhaszerű képződmény is legyen itt. Annyira tetszik ez a kiegészítő, mindig ebből válogatok. Hát, hogy rakunk még egy pult, az sose elég a pult. Milyen kis helyes az a kis kuka. Most tudom, ez melyik kiegészítőből van. Hogy állunk pénzzel, még van, oké. Okay. Kicsi pénzt azért nem árt hagyja, mert nem tudom, hogy mi mennyibe fog kerülni. Jó. Kapnak egy tévét, csak hogy legyen mivel megnövelni a jókedvüket, ha esetleg szükséges. És a kiegészítőben volt egy nagyon klassz kanapé, azt fogjuk ide betenni. Ide nem is tudom. Tegyünk számítógépet, hogyha esetleg valamiért szükség van rá. Bár, hát nem tudom, meglátjuk. Egyelőre odarakom, aztán majd meglátjuk, hogy mi az, amire van szükség, meg mi az, amire nincs. Az ajtó miatt? Gondolom. Vagy ez a szék, ez nem megy ehhez a... De hát ebben kéne, hogy menjen. Ha megcseréljük. Úgy már jó lesz. Jó, fogadjuk el. És még arra gondoltam, hogy van ez a tapéta, ami ezzel a kiegészítővel jött, mert azt is használjuk fel egy picikét. Hogy legyen az. Nem biztos, hogy teljesen, de mondjuk ez a rész. Ez legyen olyan. Ideig. Nem. Így ideig. Jó. Ehhez nem kell szék, remélem. Aztán, hogyha valami még kell útközben, akkor teszünk. Például tetőt. Lehet, hogy hasznos, ha van tetőnk. Tudom, hogy ez most nagyon egyszerű kis kockaházikó, de célnak éppen megfelel most. Lehet, hogy még pár ablakot berakhatnánk. Sok mindent nem ad hozzá ez a kis ablak, sőt. Lehet, hogy tényleg az lett, hogy majd építettek ide nekem valamit, mert most nem tetszik. Oké. Okay.
Oké. Na szóval. Először is meg kell venni az asztalt, az megvan. Össze kell szedni 5 kristályt, vagy metált. Ha és anélkül, akkor nem is lehet. De lehet. Ezeket lehet készíteni. És akkor így meg kell venni. Hát akkor először menjünk el a sivatagba, nézzük meg. Én tényleg a többi ruháikat nem állítottam be. Lesznek itt meglepetések. Itt vagyunk a sivatagban, tény, csak hát ugye attól még át kell ide utazni. Úgyhogy átutazunk oda. Ja, Chelsea-t is szerettem volna vinni. Vagy elég, hogyha az egyiket viszem egyszerre? Elég. Mert felváltva. Először belekeresünk. Kristályokat. Itt szoktak lenni amúgy. Még nem érkeztek meg, az a baj. Ott van. Na most megérkeztek. Van egy kis idő, amíg így betöltenek ezek így a térképre. Mert... Térképre? Mert... Addig nem lehet őket látni, amíg nem töltenek be, vagy én nem tudom, hogy akkor mi van. De most csak azt az egyet találom. Még esetleg itt ez lehet. Csak azt az egyet találtam. Ah, találtam még egyet. Ez szerintem nem az. És akkor van ehhez egy új skill. Ezt lehet szeretni. Ez vajon micsoda szerintetek? Ebből mi jön ki? Ez lehet, hogy ilyen fosszília, nem? Mindegy, ezt is kiássuk. Meg ezt is. Ez viszont itt kristály. Ez is. Jó, ennyit találtam. Körbe néztem kamerával. Itt van még egy. Nagyon jó. Nagyon jó. Én tudom, hogy ez egy jó hely. Erre, hogy össze lehessen szedni. És akkor hányat kell? Ötöt. Van annyi? Egy, kettő, három, négy. Lehet, hogy nincs. És azon gondolkozom, hogy honnan lehet még kristályt összeszedni. Azon kívül, hogy így keresget. Igen, ez fosszília volt. Ez viszont kristálynak tűnik, nem? Nem tudom. Igen. Ó, ez rögtön kettő volt. Azon gondolkozom, hogy akkor horgászik, akkor nem tud kristályt kihorgászni? Nem tudom. Épp csinálni szerettem volna róla egy jó képet. Mondod, a borítóképnek jó lesz. Hát erre nem beleül a hűbe. Erre nem. De egy mindegy, jó lett az egy. Még tudjátok, hogy miért van. Látjátok, hogy milyen jól nevelt ez a szín? Szebb rám megyet. Kapszula. Nyitjuk. Oké. Hát... Akkor mennyit sikerült? Kettőt. Ez a morgászással lehet kifogni kristályokat, vagy nem, nem emlékszem. Nem emlékszem sajnos. De akkor itt ennyi volt szerintem. Menjünk haza, és nézzük meg ott, mert lehet, hogy a környékben ott lesz kristály. Szokott olyan lenni, hogy a telkünkre spawnol a kristályt. Már nem tudom, hogy honnan kéne tudni, hogy hol van kristály, mert ezt az egy helyet ismerem, meg még azt tudom, hogy az első városnak a nagy parkjába szokott lenni. Hát, ha itt is lesz valahol. Itt át se lehet arra menni.
szomszédnál sincsen. Akkor lehet, hogy átmegyünk most a lányzóval. A első térképre. Hogy ő is tudjon összeszedni, meg akkor róla is tudjak lőni egy lyukasképet. Azt én gondolkozom, hogy... És hát nem úgy gondolkozni fogok, hanem lehet, hogy megnézem valahol, hogy honnan lehet jó a kristályokat összeszedni. Na nem mondd már nekem, hogy délben ilyen sötétnek kell lennem, amikor most jöttem át a világosból. Sötétben nem tudok jó képet lőni. Itt is szerintem az van, hogy még nem töltöttek be. És egy picikét lehet, hogy megállítom át, akkor betölt. Itt úgy rémlik, hogy itt a széleken szokott lenni. Nem ment sakkozni, hogy jól látom. Itt van egy valami, de ez nem kristály. Itt egy kristály. Itt van valami, de ez a kristály. Úgy tűnik, hogy itt van valami, de az a baj, ez kristály. Nem lesz szerencsém, ezek ott van egy kristály. Itt van. Szegényként össze-vissza rohangáltatom. Jó, ennyit találtam. Itt összesen kettő van, ami kristálynak tűnik, de az sem biztos, hogy abban kristály jön. Igen, meg lehet. Gondoltam, hogy róla is lövök egy sztárfotót. Kicsit olyan bosszusnak tűnik. Mi? Ja. Már megijedtem, hogy valakinek meg kell kérni a kezét, de nem szerencsére elég, hogyha a giftnek odaadjuk, vagyis ajándéknak. Jó. Mindegy. Lehet, hogy ezt a küldet ezt később is meg lehet csinálni, a kristályokat összeszeded. Szóval most egyelőre összeszedem, amit itt láttam. Aztán utána próbáljuk az asztalt, mert ugye lehet venni is kristályt, szóval nem, hát nem kell összeszedni, csak hát ez, hogy küldi, gondoltam, akkor megcsináljuk, mert azért sokat szoktak segíteni ezek a küldik, hogy pontosan miket lehet csinálni. És hát még mindig csak az első része a küldinek. Nem tudom, hány részes ez a küldi, elég sok. Hova lettél? Hova lettél? Viszont ha nem a telefont nyomkodnám, közben futott, lehet, hogy segítenem valamit. Remélem, hogy nem tinire állítottam véletlenül. Azok szoktak ennyit telefonozni, nem? Jó, hát sikerült kettőt találni, menjünk szépen haza akkor. És akkor most mind a kettőt ráküldöm, és majd egymásnak adnak ajándékot, és akkor az is megvan. Random. Csináljátok valamit random, jó? Mind a kettőt. Magatok eldönthetitek, hogy mit szeretnétek csinálni. Új, új! Lecsapjuk itt a falakat, és akkor látjuk őket. Hát igen, látszik, hogy még most kezdik a biznisz. Kíváncsi vagyok, mi lesz az, amit készítenek. Ugyanúgy néz ki. Már itt mérőszallagozik. Ő meg, hát most mérőszallagozik, ezzel csak nézegette. Na, mit gondoltok, mi lesz belőle? Lássuk, egy picit felpörgetem most már. Még csak fél időnél tartunk? Úgy szegényke, mit csináltál? Auschwinge, fáj. Fáj az ujjaskája. Oh no! Hát nem sikerült megcsinálni. Elrontották. Hát azért el lehet adni. De mennyi volt megcsinálni? 300 szimoleon? És 65-68 élet alatt. Pedig amúgy az egész jól néz ki, a nyaklánccal próbálkozott, vagy gyűrűvel. Ajjajjajjaj, hát ez nem jó így.
Lehet, hogy akkor előbb fejlődniük kéne. Hát azt írja, hogy tulajdonképpen úgy lehet fejleszteni, hogy itt az asztalon próbálkoznak. Úgyhogy, amíg van pénzed, addig akkor próbálkozzá. Jó, akkor most még egyszer mind a kettő egyet megpróbál. Amíg vannak annyira jól. Most akkor lehet, hogy szintet lépnek. Igen, már kettes szinten van. Mind a ketten kettes szinten vannak. Úgy lehet, hogy a random az nem olyan jó ötlet, mert lehet, hogy ha én válogatom össze, akkor az jobb. Hop, 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 hop. Sikerült, sikerült. A fiú szimünk egy nem nyakláncot, karkötőt készített. És a lány szimünk pedig egy fülbevalót. És ezt be lehet próbálni. Elpróbáljuk. Jó, ne sírj! Tudom, hogy fáj az ujjad, de ne sírj, mert most kapsz egy fülbevalót. Kipróbáljuk. Ott van a fülébe, igaz, nem látszik a hajától nagyon. De ott van. Vigyük el. Hát, hogy akkor a másik hajat kell választanom neki. És ő meg felpróbálja a karperecet. Neki jobban fog látszódni. És oda, ha mit csináltatok? A legjobb minőségű. Oda nézzetek. Oda nézzetek. Ott a karperec. Jó, az már elégedett vagyok. Csináltunk egy fülbevalót, egy karperecet, szedtünk össze néhány kristályt. Még folytatjuk a következő részben, szedünk össze kristályt, hogy megvegyen az a küldi. Nem fogom most egymásnak odaadni ezt, hanem majd még csinálunk, és majd azt fogom odaadni, ami legjobban passzol a másikhoz, mert most a fülbevalót a srácnak minek hagyom az, hogy szerintem nem annyira jó, úgyhogy meglátjuk majd még, hogy következő részben odaadjuk, meg úgyis még össze kell szedni az öt kristályt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk, sziasztok!